A legtöbb ember fél az ismeretlentől, így van ez az adóval is. Sokan tartanak tőle. Pedig az adó nem félelmetes, csak érdemes komolyan venni, ha kötelező. Erről szól a Nemzeti Adó és Vámhivatal alkotói pályázati felhívása, melyre a 10 és 23 év közötti diákokat arra biztatják, hogy segítsenek másoknak is megismerni, mi a haszna, értelme, lényege az adófizetésnek. Pályázni több műfajban lehet, akár hagyományos formában, várjuk tehát a rajzokat, festményeket, kollázsokat, képregényeket, de aki otthonosan vagy magabiztosan mozog a digitális, virtuális világban, ők készíthetnek akár online játékot, applikációt, rajzfilmet, videót, vagy akár az Instagramon, Facebookon, TikTokon megjelentethető műveket is. Az alkotásokat november 30-áig várják, az eredményhirdetés pedig december 14-én lesz. A három kategóriában a dobogósokat díjazzák, valamint iskolákat is. Minden műfajban az első három helyezettet díjazzuk, média, illetve műszaki eszközök vásárlására szóló utalványokkal, amelynek az összértéke több mint 2 millió forint. Ezen kívül a tanintézmények 500 000 forintot is nyerhetnek, azok a tanintézmények, akiknek a legtöbb diákjuk pályázik a NAV kreatív pályázatára. A pályázat részleteiről és a jelentkezésről a www.adótudatosságipályázat.hu oldalon lehet tájékozódni, valamint az adóhivatal közösségi média felületeit is érdemes felkeresni.